Sziasztok! Nem sokára költözködünk haza Magyarországra, már félig kint van a lábunk, mert tegnap a futár már elvitt egy csomó dobozt innen tőlünk, és a háta mögött is láthatók még a dobozok maradványai, és ha Isten is megengedi, akkor már a jövő héten találkozhatunk személyesen is, és megölelhetlek benneteket személyesen is. És nagyon várjuk már, a gyerekek leginkább rettentő honvágyasak, és mi is felnőttek örülünk, hogy hazamehetünk, és együtt lehetünk újra a szüleinkkel, barátainkkal, családunkkal. És ma a családi mintákról hoztam nektek egy kis bevezetőt, és azt hiszem, hogy ez az a téma, amiben tényleg mindannyian érdekeltek és érintettek is vagyunk, hiszen mindegyikünk hozta a maga családjából a mintákat, láttuk a szüleinket élni, viselkedni, példát mutatni, láttuk a szüleinket, hogy hogy reagálnak a konfliktusokra, láttuk esetleg alkoholizmusba folytani a bánatukat, láttuk esetleg azt, hogy mennyire türelmesen vagy türelmetlenül válaszolnak nekünk, és belénk égtek, és formálták a mi életünket is azok a minták, amiket ők adtak nekünk. És párat összeszedtem különben ezekből a mintákból, hogy miket láthat egy gyerek mondjuk otthon, hogy esetleg láttuk azt otthon, hogy kedvesen szólnak hozzánk a szüleink, vagy éppen segítőkészek mások felé, vagy éppen veszekednek, vagy kiabálnak egymással, így oldják meg a konfliktusukat, vagy éppen piszkálja a feleség a társát, és sosem hagyja a társát nyugton, valamit mindig kell beszólni, vagy mindig kell valamin veszekedni, esetleg a férfi autokrata módon viselkedik, és elnyomja a gyerekeit, illetve a feleségét, esetleg verekedést lát egy gyerek, vagy azt látja, hogy sosem bocsátanak meg egymásnak a házastársak, mindig hordozzák a tüskéket magukban, és emlegetik ezeket, vagy nem bocsátanak meg a kívülállóknak sem pletykával és rosszindulatú megjegyzésekkel illetik az ismerősöket, és képmutatóan viselkednek mondjuk azokkal, akikkel az imént még jó ízű beszélgetést váltottak, vagy éppen a depresszióra való hajlamot örökítik át a szülők, vagy a pénznek a fontossága az, ami meghatározza a szülőknek az identitását, és ez szerint nevelik a gyereket, és a gyerek számára is ez így fontossá válik, vagy kihasználnak másokat, előnyt szereznek másokkal való kapcsolatból, vagy éppen elszigetelten élnek, és a gyerekeket is inkább a bizalmatlanságra és az elszigeteltségre nevelik, vagy hasznosan töltik az idejüket, és a gyerekeiket is erre tanítják. És még egy csomó mindent mondhatnék, amit látunk a családunkban, és viszünk magunkkal. Nem tudom, bennetek, amikor összeházasodtatok, vagy éppen együtt kezdtetek élni valakivel, vagy éppen társra találtatok, és önálló életet kezdtetek élni, akkor volt-e bennetek ilyen elhatározás, hogy én ilyen családot nem szeretnék, vagy ilyen családot szeretnék, vagy mi egészen másképp fogjuk csinálni. Biztos vagyok benne, hogy igen, és voltak bennetek ilyen gondolatok, ahogy bennem is voltak, hogy egy különleges módon akarom csinálni, és nem akarom elkövetni azokat a hibákat, amiket a szüleim elkövettek, és akarom követni a példát, ami jó példát láttam. És nem tudom, hányan vagytok úgy, hogy meg is tartottátok ezt, és nem hagytátok magatokat elsodortatni
az életnek a terhei alatt ebben, hanem következetesen ki tudtatok állni ezek mellett, a dolgok mellett. És olyan érdekes, hogy például egy nehezebb dolgot is említsek, hogy tényleg látjuk és tudjuk, hogy az a lány, aki az apjától mondjuk alkoholizmust lát, vagy a fiú éppen a családjában, hogy tényleg a saját bőrén tapasztalva a rosszat, mégis a következő időben, amikor ő felnőtt lesz, sokszor ugyanúgy választ, mint a szülei. Ugyanúgy alkoholista férfihoz megy hozzá, akár másodszorra, harmadszorra egy nő, azért, hogy a biztonságos mintákat ne kelljen feladni, hanem inkább ezt választja a bizonytalan jó helyett. Ennyire fontosak a minták egy gyerek életében. És a Bibliában is látunk példát erre, hogy hordozza a gyerek ezeket a dolgokat. Például amikor Ábrahám Egyiptomba megy, mert Kánaán földjén éhínség lesz, és azt hazudja ugye Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, mert fél attól, hogyha a feleségének mondják, akkor őt megölik, és elveszik tőle a feleségét. De hogyha a húga, ugye akkor ad egy szabad utat a fáraónak arra, hogy a feleségét elvegyék tőle szabadon, és ezt hazudja a fáraónak, és Sárát tényleg elviszi a fáraó, és tényleg megbecstelenítve adja vissza Ábrahámnak, és nagyon, nagyon rosszul jön ki Ábrahám ebből a helyzetből, de aztán ad az élet neki egy következő lehetőséget, és ismét egy másik földre megy Ábrahám az éhség elől, és ezen a földön is az uralkodó szemet vet a feleségére, és ismét ebbe a hazugságba keveredik Ábrahám, de itt már imádkozik ezért az uralkodóért, és Isten tényleg kijelenti magát ennek az uralkodónak, Abimeleknek, és nem engedi őt ebbe a bűnbe belemenni, és nem engedi, hogy Ábrahám ismét átélje ezt az egész helyzetet ugyanúgy, ahogy előtte. Aztán a fia, Izsák, ugye, ismét egy ilyen helyzetbe kerül, méghozzá ugyanazon a földön, Gerárban, a filiszteusok földjén, Abimelek idejében, és ő is elmegy oda a feleségével, és azt hazudja, hogy a felesége a húga, de Isten itt is kegyelmet gyakorol, közbelép, és mondja az uralkodónak, hogy nehogy megtegye ezt a bűnt, mert Izsáknak ő nem a húga, hanem a felesége. Szóval Isten mutat példákat is a Bibliában erre a minta teremtésre, és arra, hogy ő képes az ő kegyelmével közbelépni, és képes arra, hogy megtörje ezeket a mintákat, és képes arra a kegyelemre is, hogy bár követjük a mintákat, de ő mégis kegyelmet gyakorol ezekben, és valahogy mégis az ő kegyelméből kimenti az övéit a következmények alól, és nagyobb kegyelmet gyakorol, mint amekkora büntetést érdemelnénk abból, hogy követjük a szüleink bűnös mintáját. És hát igazából több mindennel is készültem ebben a videóban, hogy elmondjam nektek azt, hogy az Isten hogy van azzal, hogy a szülők hibájából büntethető-e a gyerek, illetve hogy a gyerek hibájáért büntethető-e a szülő. És mi van a Bibliában ezzel kapcsolatban? Mert olyan érdekes volt, egyszer meglátogattunk valakit, és Istenről kezdtünk beszélgetni egy nővel, ez már nagyon régen volt, és emlékszem, hogy azt hozta fel kifogásnak, hogy ő nem hisz Istenben, hogy Isten nem büntetheti meg a gyerekét
az ő bűnei miatt. És ő ezért nem akar Istenben hinni, mert hogy ő ezt gondolja, hogy Isten ezt megteszi az ő gyerekével. És elég érdekes volt ezt hallani, hogy emiatt nem hisz valaki Istenben, de szeretném ezt egy kicsit így tisztázni veletek a következő videóban, hogy hogy van ez, hogy a szülők rossz élete, bűnei miatt megtalálható-e ennek a következménye, illetve hogy található meg a büntetés, vagy Istennek, Isten hogy gondolkodik erről? És hogy a, például a gyerek hibája és bűnei miatt hibáztatja-e Isten, és bűnösnek gondolja-e, és tudja-e Isten a szülőt? És hogy van ez például az öröklött betegségekkel, vagy olyan dolgokkal, amiben tényleg úgy érzi egy szülő, hogy ő a bűnös a gyereke életét nézve. Ezek nagyon súlyos kérdések, de Istennek van válasza erre, és ha érdekel benneteket, akkor a következő videóban ezt szívesen elmondom. Addig is ölellek benneteket, Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!